Kedves vendégeink, nagy szeretettel köszöntöm itt ma Önöket, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma, és úgy döntöttek, hogy velünk töltik ezt az estét, és hogy velünk ünnepelnek. Ez az egész este egy kis ünnep nekünk. És a mai témánk, hát Petőfi Sándor, akiről én azt gondolom, hogy egy elég nagy falat, és nagyon nehéz róla beszélni, méghozzá azért, mert ő annyira a kultúránk része, hogy szerintem nagyon nehéz róla úgy mondani valamit, hogy az figyelemfelkeltő és érdekes és új legyen, mert azt hiszem, hogy ő egy olyan karakter, akiről már szinte azt gondoljuk, mintha egy jó ismerősünk lenne, annyira ismerjük őt. Én azt gondolom, hogy ezzel a kiállítással sikerült valami újat, valami frisset, valami figyelemfelkeltőt alkotni. Aki úgy gondolja, hogy 5 percet tud Petőfi Sándorra szánni, és itt jár a ház előtt, az a mi nyitvatartási időnktől függetlenül is bármikor meg tudja nézni azokat a fóliákat, amit elhelyeztünk az épület külső részén, és el tud olvasni egy-két információt róla, de aki úgy dönt, hogy több órát szeretne rászánni, az a QR kódok beolvasása után rengeteg információhoz juthat hozzá. Mint ahogy látták, különböző molinók vannak elhelyezve, amik ugye szintén a kiállításnak a részei. Ezek a megyében is fognak járni, és több könyvtárba el fognak jutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és nagyon informatív kiállítás lett, ami teljesen megváltoztatta az épületünknek a hangulatát kívülről, amióta ott elhelyeztük őket. Úgyhogy én nagyon köszönöm a kollégáimnak azt, hogy ennyi időt, energiát és kreativitást szántak erre az egészre, mert ez ennek a munkának megvan a gyümölcse. És hát köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy pályázati forrással támogatták ennek a projektnek a megvalósulását, és köszönöm még egyszer Önöknek, hogy eljöttek ma. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy kora tavasszal, amikor megnyertük ezt a pályázatot, akkor hát még nem is körvonalazódott egészen pontosan, hogy milyen is lesz, mit is akarunk igazából, de Tóth Mártéval, az igazgatónkkal hát nagyon sokat gondolkoztunk és ötleteltünk, hogy mi mindent lehetne elmondani, és aztán Héja Balázs és Pásztor Balázs kollégámmal végül is kiviteleztük ezeket az ötleteket, de a könyvtárban több más munkatársunk is csatlakozott, és végigfigyelték, és ezt nagyon szépen köszönöm ezúton is. Hölgyeim és uraim, ez a remek kiállítás megnyitja önmagát, és mivel választ is ad a meghívó izgalmas kérdéseire, én ebbe bele se kezdek. Terem szabad, mintha a sors nyitotta volna, bármiről beszélhetnék, előbb-utóbb Petőfihez jutnánk, és Petőfi hozzánk, mindazokhoz, akik magukat nyelvi vagy egyéb okokból magyarként definiálják, és vagy olvasnak magyarul. A mi Petőfink mi vagyunk. Minden a mi Petőfink, a felakasztandó királyoktól a felakasztandó szabjákig. Annyi Petőfi van, ahány hívője, tisztelője, megszállottja, sőt, hibbantja, és ide sorolnám még a konkrét versolvasót, 19. század romantika és népiesség, a forradalom viharmadara, a líra Mozartja, Nokdacu Petőfi Kugel. Földrajzunk petőfizálódott, nyelvünk át van itatva Petőfivel, mely nyelv merne versenyezni véle, ha itt van az ősz, ha nem, ha talpra magyar, ha nem, ha ágyban párnák közt, ha nem. Van a magyar költészet, és van Petőfi, mely név az utcanevek maratonján Kossuth-tal s Leninnel vetélkedett, utóbbi elmaradt, előbbi fej-fej mellett, belőle sok Petőfi utca nyílik itt is Szentendrén. Ez egy összetett maraton, TSZ-ek, KTSZ-ek, szocialista brigádok, olvasó és turulkörök, egyletek és társaságok, és folytathatnám. Nem csoda, hogy egy költőt minden honfitárs tud mondani, rávágni kapásból,
ha máshonnan nem, hát a mondókából, hogy nevezett gatyába táncol, felesége bugyiba, s úgy mennek a moziba, és ennél nincs tovább, ez a folklorizálódás maga a mennybe menetel. A minden, ami nem semmi. Konszenzuálisan a legnagyobb magyar költő már-már Guinnessbe kívánkozik, akire még a legnagyobb magyar címet is ráaggatták, noha azt hagyományosan Széchenyi birtokolja, aki némely rajongó szerint, nem vicc, Petőfinek a vér szerinti apja volt, mint azt egy zavaros döblingi levélből kiolvasni vélték. 1846-ban a Magyar Nemzet című versében írta, hogy ha a föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta. Tulajdonképpen gyerekkorom óta izgat ez a széjjel mosott, agyonidézett falvédő mondat, nem is a bokréta, inkább a föld, mint pörge kalap az Úristen fején, melyre nyilván legszebb tartományát, Magyarországot oda tűzte. Ha atlaszként képzeltem el az Úristent, ha nem, kevéssé illet hozzá a kalapa lengedező bokrétával. A haza egyébként ilyesmi, nevetséges és megható, ahogy vőféként vonul oldalán a nemzet özvegyével, holott nem halott már, mint a nemzet, csak emberáldozat gyanánt kinevez főözvegynek valakit, kire macsó haragjának minden villámit reázódítja, ha nem viselkedik rendesen a némber, ha nem volt és leen méltó a nagy halotthoz, konkrétan Petőfihez. Nem tudom, egy átlagos nemzetnek hány özvegye van, a magyarnak bőséggel van, s nem jó kedvéből, ez speciál nem Petőfi parafrázis volt, noha épp úgy benne van a memóriumban, amit hordozunk az elménkben, kisebb vagy nagyobb pontossággal élesre fenve, illetve úgy elmosódva, mint egy daguerrotípia. A hagyomány, mit nemzetinek se lenne túlzás mondani, ha a nemzeti rég szét nem volna papagájozódva, szóval a hagyomány Petőfi Sándor nevű galaxisa legalább annyi hiedelmet, miért ne lett volna tartalmaz, mint amennyi tényt és textust. Kultusz nélkül immár nincs mű, de a fordítottjában csak reménykedem, arról meggyőződve nem vagyok. Mikor Petőfi Szentendrén kezdeném a mondatot, ha járt volna, s miért ne járt volna itt, hol akár meg is szállhatott, minek nyomát emléktábla őrzi valami tisztes épület falán, itt nem szállt meg Petőfi Sándor 1842. szeptember 21-én, s alatta 8 sor, a Dunán című vers, ami kicsit ugyan korábbi, s Komárom van keletkezése helyéül feltüntetve, de a folyam ugyanaz, honnan jön. Másrészt miért ne tévedhetne a filológia pár hetet, 70 kilométert, idézem, folyam, keblet hányszor repeszti meg, hajófutásas, dúló fergeteg, s a seb mi hosszú, és a seb mi mély, minőt a szíven nem vág szenvedély, mégis, ha elmegy fergeteg, s hajó, a seb begyógyul, s minden újra jó, s az ember szív, ha egyszer megreped, nincs balzsam, mely hegesse a sebet. Szép vers, nem nagyon ömleng, leng a víz felett, Petőfinek Szentendrén van utcája, szobra, egyesülete, sportklubja, van Petőfi pihenő. Miért ne kerülhetne elő egy valódi szentendrei kézirat is a filológia árnyas, homályos ligetéből? Hogy megszállt volna, az talán túlzás, lehet, hogy csak át. Legalább át. Szép őszi nap volt, és átszállt a Dunán. Mint valami sárkányrepülő, nagyobb falevél, kisebb drón, drón leszek, ha drónnak vagy virága. A csodálat mellett elsősorban parafrázisok kötnek Petőfihez. Sors, nyis nekem masszásszalont, mondott a hajdan egy alakmásom, Dumpf Endre, nem minden blaszfémia nélkül, ami persze a göngyöleget, a kultusz tárgyazta, fricskázta, ha tetszik, Petőfi szellemében. Ami még nem jelenti, hogy hatott rám költőileg. Egyébként hatott. Épp úgy hatott, mint a nyelv, amin írok, erős váram nekem, s nagy kapitány benne Petőfi.
allúzió garmadát, vagy garmadáját, köszönhetem neki tudottakat és nem tudottakat. Ez egyébként nem szeretés vagy kedvenség kérdése. Benne van minden nyelvi nyakkendőben, amit csak versé igazgattak a torkuk alatt költők és falvédőrök. Tényleg mindannyiunké, csak ez a lenyúlt, széthasznált többes szám ne volna. E dömper és rétorzió. Nem volt rezsim, ami ne tudott volna mit kezdeni vele a maga módján, s ne tömte volna a kultuszba a pénzt, s ne csontozta volna ki az aktuális Petőfit magának, volt mit, volt miből. Szöveg, kultusz és legenda, akár a mesék olajos vagy boros korsója mindig újra telt, s telik. Jövőre a csapból is Petőfi fog folyni, lehet, hogy egyéb sem. Az életmű bőven alkalmas rá, elképesztően virgonc és gazdag, 170 év kultusza kellő alap, gigantikus ugrálóvár, van rajta mit leereszteni és fölfújni. Egyszer Torda közelében láttam egy valódi gumipetőfit. Ott áldogált a plasztik hasadékok, vattacukor feszületek között, színes volt és szelepes, üdítően emberi ábrázolás volt. Amit még nagyon szeretek, az a Ferenczi Béni szobra, meg a daguerrotípia persze, amit Eser Károly hozott vissza az éji homályból. Hogy ne hatott volna rá? Petőfi verseket olvasott nekem az édesanyám, és persze, hogy efféléket kezdtem írni 10 évesen, adnottam Sárga Cserebogár nemzeti dal Falu végén Kurtakocsma. Utóbbit éveken át mondtam altatáskor a gyerekeimnek, legfeljebb Vörös Bóbitája és József Attila altatója tudta megszorítani, de ha fél álomban is, a végén mindig elhangzott, hogy apa még egy Kurtakocsmát. Játsztam továbbá Petőfit a székesfehérvári József Attila gimnáziumban, szavaltam szavaló versenyeken. Írni sokáig nem írtam róla se tanulmányt, se tárcát. Elég volt, hogy dolgoztam vele a maga módján, illetve a módomon beépült a könyveimbe, beszélőim nyelvébe, hogy precíz legyek. Aztán valamikor 96-97 táján felhívott Margócsi István, a nagyszerű Petőfi kutató, a 2000 szerkesztőjeként, hogy volna-e kedven Petőfi öregkori verseiből megírni néhányat, tekintettel a Barguzini szomorú játékra, ami dagadt és bulvárosodott, soha költőnek olyan sajtója nem volt. Mivel nem sokkal korábban egy antológia számára írtam egy öregkori József Attila verset, nemet mondtam. Viszont még aznap este, mert a dolog azért izgatott, megírtam a Barguzin vers első változatát bele a számítógépbe, aztán évekre el is felejtkeztem róla. Amikor a Grafitness című könyvemet összeraktam, megtaláltam ezt a kezdeményt, és átírtam, megírtam, készre írtam. Végül ott jelent meg, ahová Margócsi kérte, csak sok évvel később, 2003-ban. Ez a Petőfi Barguzinban című vers, ami itt látható, aztán hallható is. Ez mindenestől róla szól. Illetve nem. Illetve egy másikról, aki ő. Aki ő nem. Aki nem emlékezne, Morvai Kazán király a saját nem kis költségén 1989 nyarán a Burjátföldi Barguzinban Kiszeli István antropológussal karöltve kiantolt egy csontvázat, mit aztán 25 éven át tortúráztatott a világban Amerikától Kínáig, de a vizsgálatok nem hogy Petőfiként, hanem még férfiként sem azonosították a csontokat, nő volt ugyanis, akit, amit, amelyet. 2015-ben a Kerepesi temetőben a megfogyatkozott hithű barguzinisták végül Petőfiként eltemettek, hogy domboruljon a sírja. Itt nem nyugszik, stb. Ez is a miénk, ez a nevetséges és szomorú magyar történet, amiben Mikszát vagy Örkény Tolla is belepirult volna, részleteinek, ágbogainak érdemes utána nézni a neten. És ezzel be is fejezem. Az alkotóknak és a közreműködőknek gratulálok, a mi Petőfink jó helyen van Szentendrén.
ha járt itt, hanem ma este remélem átszáll fölöttünk. A kiállítást, ami megnyitja önmagát ezennel, megnyitott. Köszönöm.